Prajem vám príjemné nedeľné popoludnie, milí diváci. Vítam vás pri sledovaní nášho vysielania. Dnes vás po našich správach zavedieme do miestnej knižnice na prezentáciu novej knihy Tibora Somolejho s názvom Cigá Newton a následne odvysielame ďalšie zábery z metodického týždňa Janoša Štampajho. Kedves nézőink, engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket a tévéképernyők előtt. Ma híreinket követően ellátogatunk a helyi könyvtárba Somolai Tibor Cigányúton című könyvének bemutatójára, majd újabb felvételeket láthatnak a Stampay János szakmai hét eseményeiből. Obec Kbelce žiada vlastníkov pivničných domčekov napojených na verejný vodovod, aby do 15. februára 2023 si odčítali stav vodomerov a nahlásili ho na obecný úrad, a to pánovi Kastnerovi na telefónne číslo 036 285 80 10. Za vašu spoluprácu vopred ďakujeme. Kövölkút község kéri a szőlőhegyi pince tulajdonosokat, akik rácsatlakoztak a vízvezetékre, hogy 2023. február 15-éig olvassák le a vízórák állását, és jelentsék be a községi hivatalban Kaszner Lászlónak a 036 28 58 010-es telefonszámon. Együttműködésüket előre is köszönjük! Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho a separovaného odpadu sa v nasledujúcom období uskutoční podľa nasledujúceho harmonogramu. Dňa 15. februára v stredu sa budú zbierať plasty a zber odpadu z kukanádok sa uskutoční dňa 17. februára v piatok. Tudatjuk Önökkel, hogy a kommunális, illetve a szeparált hulladékot a következő harmonogram szerint fogják begyűjteni. A műanyagokat február 15-én szerdán fogják begyűjteni, a kukákat pedig február 17-én pénteken fogják kiüríteni. V poslednom období sa opäť množia prípady pohybu psov na verejnosti bez dozoru. Preto starosta obce vyzýva všetkých majiteľov psov, aby si prekontrolovali doma prítomnosť svojich psov a zabezpečili si ich proti voľnému pohybu v uliciach obce. Az utóbbi időben ismét sűrűn fordul elő, hogy az utcákon gazdátlan kutyák kóborolnak. Ezért községünk polgármestere figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy ellenőrizzék le, otthon vannak-e kutyáik, illetve gátolják meg, hogy kijuthassanak közterületre. Rodičovské združenie Trojlístok a riaditeľstvo základnej školy srdečne pozýva občanov na rodičovskú zábavu dňa 11. februára so začiatkom o 20. hodine v kultúrnom dome v Belciach. Pripravené je malé občerstvenie a bohatá tombola. Vstupné je 5 eur. Do tanca bude hrať skupina Duosom z Levíc. Vstupenky sa dajú zakúpiť na riaditeľstve školy. A Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola Igazgatósága és Szülői Szövetsége szeretettel meghívja Önöket szülőbáljára, melyre 2023. február 11-én szombaton 20 órai kezdettel kerül sor a helyi kultúrházban. A zenét a lévai Duozong együttes biztosítja. Egy kis frissítővel és gazdag tombolával várják Önöket. Belépti díj 5 euró. A jegyek megvásárolhatóak az iskola igazgatóságán. Mindenkit szeretettel vár a rendezőség. Ženský spevácky zbor pri Čemadoku bola založená v roku 1995 a oslávila 25. výročie svojho založenia v roku 2020.
Z dôvodu protipandemických opatrení sa oslava konala iba v tomto roku, a to dňa 26. januára v prítomnosti jeho členov, vedenia miestnej organizácie Čemadoku a starostu obce pána Savolča Boju. Predsedníčka miestnej organizácie Čemadoku pani Eva Močkoš vo svojom príhovore pripomenula významnejšie udalosti zo života zboru a prítomní si spoločne zaspomínali na už zosnulých členov. Starosta obce pán Savolč Boja poďakoval členom zboru za ich doterajšie aktivity a ako poďakovanie im spolu s predsedníčkou Čemadoku odovzdali pamätné listy a malý darček. A Csemadok mellett működő asszonykórus 1995-ben alakult meg, 2020-ban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A járványügyi intézkedések miatt azonban csak ebben az évben került sor az emlékünnepségre, melyen részt vettek a kórus tagjai, a Csemadok helyi szervezetének vezetősége és községünk polgármestere Boja Szabolcs. A Csemadok helyi szervezetének elnöke, Mocskos Éva beszédében megemlítette a kórus történetének fontosabb mérföldköveit, illetve a jelenlévők együtt emlékeztek meg azokról, az elhunyt tagokról, akik már sajnos nem ünnepelhettek velük. Községünk polgármestere Boja Szabolcs megköszönte a kórus eddigi tevékenységét, és a szervezet elnökével közösen átadtak a tagoknak egy-egy emléklapot és egy kis ajándékot. Dovolte nám, aby sme vás informovali o výsledkoch referenda v našej obci, ktoré sa konali dňa 21. januára 2023. V našej obci bolo zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 1736 voličov. Z nich sa referenda zúčastnilo 348 voličov, čo predstavuje 20% účasť. Odpoveď áno zakrúžkovalo 341 voličov a odpoveď nie zakrúžkovalo 7 voličov. Engedjék meg, hogy ismertessük önökkel a január 21-én lezajlott népszavazás eredményeit falunkban. A választók népsorában 1736 választópolgár szerepelt, ebből 348 ment el szavazni, ami 20%-os részvételi arányt jelent. A feltett kérdésre 341 szavazó válaszolt igennel, illetve 7 szavazó nemmel. Vážení diváci, teraz vás zavedieme do miestnej knižnice na prezentáciu novej knihy Tibora Somolajho s názvom Cigán Newton. Tisztelt nézőink, tartsanak most velünk a helyi könyvtárba Somolai Tibor Cigán Newton című legújabb könyvének bemutatójára. Szeretettel köszöntök minden könyvbarátot könyvtárunkban. Valamint nagy tisztelettel köszöntöm nálunk Somolai Tibort, az itt bemutatásra kerülő Cigány úton címmel megjelent könyv szerzőjét, amely sorban a negyedik kötete. Ebben a romák világába vezeti el olvasóit, amely igencsak sokszínű. Van egy kitörési lehetőségük a demokráciában, erről mesél ma nekünk Somolai Tibor író. Kérem, fogadja a könyv szeretettel. Köszönöm szépen. Hát jó estét kívánok. Cigány témában évén fölteszem a kalapom. Ezt még akkor vettem, amikor elkezdtem a könyvet írni, hogy jobban beleéljem magam. Vannak ilyen blondériáim, hát ha majd amerikaiakról írok, akkor biztos beszéltek egy baseball sapkát. Mondjuk ez azért nem nagyon fenyeget, mert hát tudjam én, nem ők a szívem csücske. Inkább kenya. Na, szóval a lényeg az, hogy hát ugye itt
van ez a Cigány úton című könyvem, és ez azért magyarázatra szorul, hát nem szokványos az, hogy egy Gálcsó a cigányokról ír könyvet. Hát ez a könyv, amit Gálcsó írt, és a Gálcsóknak szól. A széles cigány olvasó rétegre nem legyen lehet számítani, hogy úgy mondjam. Van lehet, hogy a könyvtáros asszony megcáfol, és itt rendsőstű jár az egész méró, de a húsel ez semmi. Na, a lényeg az, hogy ezt a témát azért választottam, mert hát én az ilyen rázós témák írója vagyok. Ugye felvidéki szága, a szlovák-magyar viszony, hát az sem mindig annyira felhőtlen, egyház ügyeit se nagyon szokás kapargálni, hát a maffia és politika együttműködése az meg végképp. Úgyhogy, hát ugye sorra vettem ezeket. Hát amikor bejelentettem anyámnak, hogy írom a negyedik könyvemet, már félve kérdezte meg, hogy ez miről szólt. Mondom, a cigányokról. Hatszor betett keresztet. És úristen, te nem vagy normális, meg fognak verni. Mondom, a gangstereknek is azt mondta, hogy le fognak lőni, azt még mindig itt vagyok, úgyhogy remélhetőleg ez is elmarad. Na, de a lényeg az, hogy nem csak a téma rázósága, hanem inkább az, hogy én azt gondolom, hogy nincs megoldhatatlan probléma. De ez a cigán kérdés, ez annak van kikiáltva mindenképpen. De én úgy gondolom, hogy ez nem így van. Minden probléma megoldható, csak jól kell csinálni. Ahogy nyugodjon édesapám mondta, lehetetlen nincs, csak tehetetlen. És ez ebbe a kérdéskörbe mindenképpen igaz. Hát ugye arra is rájöttem gyorsan, hogy ez nem genetikai, meg történelmi, meg szokásbeli kérdés, ez politikai kérdés. Egyszerűen úgy, ahogyan van legalábbis, ha arról beszélünk, hogy az egész népcsoportnak a gondját kéne megoldani, akkor ez egy politikai kérdés. És hogy előre lelőjem a poént, biztos vagyok benne, hogy nem is fog megoldódni. Mert politika rossz úton jár. Egyszerűen ez a sehova se vezető szociális törvények, a potporás rendszer, az nem segít se a romáknak. Ha mi gázsok meg végképp nem lelkendezünk, mert hát ugye nekünk kell finanszírozni ezt elkész értelmetlenséget. De a legnagyobb baj ezzel, hogy politika visszaél a cigányok helyzetével. Lehetne megoldás politikai téren is, de ahhoz az kéne, hogy leüljön minden párt, és egységesen azt mondják, hogy na most kitalálunk egy roma politikát, és akárki nyer, azt fogja megvalósítani. De hát ilyesmi nem lehetséges. Most el tudják képzelni, hogy Matovics leül Ficóval, vagy Gyurcsány Orbánnal. Hát ez egyszerűen ki van zárva. Így hát aztán folyik ez a nemtelen versengés a romák kegyeiért, megoldás nem születik, de azért olcsó szavazó polgároknak jók vagytok, rosszabb esetben 5-10 euróért lehet a szavazatotokat vásárolni, hát néha elég csak a puszta ígérgetés is. Egyszerűen semmelyik politikus nem mer releváns törvényt hozni, mert véletlenül kihozza a gyufát a cigányoknál, aztán elveszít egy ekkora és állandóan növekvő szavazóbázist, és akkor te nem leszünk tovább politikus, mert nem fogsz a hatalomba kerülni. Úgyhogy hát ez ideje rozsdásbe köt, akármekkora tétbe merek fogadni bárkivel, hogy ez belátható időn belül politikai módon nem lesz meg. De azért akkor se teljesen reménytelen a ügy, mert nem csak a nagyvilág létezik, hanem létezik a helyi megoldás is. És ott már láttam működőképes dolgokat, és talán arra kell akkor koncentrálni. Hát, hogy működőképes dolgot lássak, nekem nem kell messzire mennem, ott az én saját cégem. Ott van az én tapasztalatom. Én tulajdonosa vagyok Szlovákia legnagyobb erdei gomba földolgozó cégének. A cigányok szedik össze a erdőkbe a gombaim 99%-át,
szinte kizárólag ők dolgoznak a cégemben is, rimaszokban, ahol folyik a osztályozás, el nem adott gombák, megtisztítás, a földolgozás, a fagyasztás, a szállítás, és a többi. Én megoldottam a cigány kérdést. Ezért egyszerűen nálam dolgoznak olajcigányok, muzsikus cigányok, magyar asszonyok, szlovák asszonyok, csak egy olyan se, aki lassan pucolja a gombát, mert ezeket már régen kirúgtam. Nálam nincs ilyesmi, hogy valakit által a beszéd nyelv szerint ítélünk meg, vagy a bőre szerint, vagy a származása szerint, vagy akármilyen szerint. Csak is a szerint ítéljük meg, hogy ki hogyan dolgozik. És ezt javasolnám mondjuk az egész országnak, ezt javasolnám az egész kontinensnek, meg az egész világnak, és akkor talán lehetne haladni előre ebbe a dologba, de hát itt erről szó sincsen. Mások az érdekek. Nem is fogom ezt tovább kapargatni, mert én azt mondtam, hogy én csinálom a magam dolgát, aztán nem fogok áhítozni azon, hogy most milyen politikusok kerülnek oda. Olyan generációt se látok, akikbe egy figasznyit is bíznék, hogy valami megoldás felé vinnék a dolgokat, ismerem őket egyébként. Jártak is jönnek, megveregették a vállamat, hogy ez igen, így kell csinálni, fú, látták ott a sok cigányasszont, akik pucolták a gombát, dolgoztak, hú, hát ez nem lehet segíteni, hú, mindent meg fogunk tenni. Na azóta is várakozok, mondjuk, nem merek kihúzni a lábamot egy ideig, azon nehogy jön a segítség, én milyen lesz, mi lesz itt, aztán úgy gondoltam, hogy na, jobb, hogy elkezdem hirdetni a világba ezt a dolgot. Hát és akkor úgy gondoltam, hogy na, nekifogok, és leírom ezt az áldatlan állapotot, egy kicsit érzékeltetem egy könyvbe, esetleg fölvázolom azt is, hogy szerintem mit lehetne tenni, és figyeltem a jó dolgokat, amik történtek, és hál' Istennek azért történnek jó dolgok is, csak az nem a politika teréről jött, hanem sokkal inkább, mondjuk úgy, hogy Isten segített. Én mondjuk nagyon csodálkoztam templomjáró ember lévén, hithű katolikusként, hogy azért nem láttam őket tolongani a templomba, pedig igencsak rájuk férne az Úr segítsége, de hát lelkük rajta. Egyébként van a cigányokban valamiféle vallásosság, csak olyan másként, ilyen meseszerű Máriácska, tehát ez... Még egyébként is aztán kikötöttek a szektáknál, meg ilyesmi, mint később megtudtam. Na de mindegy, ez se érdekel engem, de amit láttam működő képes dolgot, akkor mindenképpen nagy szerepe volt az egyháznak, illetve a Jóistennek. És akkor hadd meséljem el azt a történetet, ami amúgy is a kedvencem, és ami úgy is ilyen gyújtószikraként szolgált arra, hogy én nekifogjak ennek a könyvnek a megírásának. Hát ugye Rimaszombatban élek, ott aztán el vagyok látva élményanyaggal hónapig, meg a környéke is ugye. Na, hát a cigányok ugye próbálkoznak mindennel, többek között járnak kikoldulni Ausztriába. Hát ez úgy fogik le, valaki megszervezte, egy autóbusz, be lehet fizetni, mindegy társas utazásra, kivisznek egy autóbusz, egy cigány, szépen szétrakják őket kettesével, hármasával, vagy bizonyos útvonalon, megmondják, hogy 3 napúba jövünk érted, délután 2-kor légy itt, fölveszik, megint le kell adni valami pénzt a keresménybe. És ami marad, abban egy ideg el vannak, aztán indul a következő zájazd. Úgyhogy, hát így került ki néhány gesztetei cigán Grácba. Ének a városba, a főtéren, kellőképpen roncsák a városképet. Oda megy hozzájuk egy szerzetes. Mi csinál meg itt, fiúk? Jaj, hogyha nagyon szegények vagyunk, nem kapunk munkát, cigányokat senki sem alkalmaz, hát ebből a nyomorúságos alamitnál mutat csak el a családunkat. Ha lenne munkátok, abba hagynátok ezt az áldatlan tevékenységet, jaj, abba hagynátok, nagyon vágyunk már a munkára. Úgyhogy
Hát a atya komolyan vette az ügyet. Megkérdezte hétvégén a híveit, hogy nem-e tud valaki munkát adni ilyen nagyobb számú képzetlen munkaerőnek, és beletrafált a közepébe. Az egyik vállalkozó jelentkezett, igenis, ő erdők kitisztításával, az összeszedett gajjak brigettálásával foglalkozik. És mivel ez közhasznú tevékenység, akkor erre kap állami támogatást, úgyhogy akármennyi cigányt tud alkalmazni, gyerek. Szokszót követett, megszervezték. Egy hetire kivittek egy autóbusznyi cigán Grácsba, az atya elhelyezte őket egy karitászházba, a vállalkozó alkalmazta, ott voltak két hétig, megkapták osztrák minimálbért 8,5 eurót egy órára. Két hét múlva tele zsebbe indultak hazafelé a busszal, és már a busz hozta visszafelé a következő turnust. És ebben a példában az a szépséges, hogy ez már 10. éve működik. Ma is vannak kint, kezdte egy cigányok rácsa. És akkor úgy felmerült bennem, hogy hogyan létezik az, hogy a munkaügyi hivatal sok ezer jól képzett dolgozója egyetlen egy munkahelyet se tud kialakítani a cigányoknak, még egy mezitlános szerzetesnek sikerül. Hát ebben azért csak van valami, ennek csak van valami nyitja, csak van valami magyarázata. De megint ott tartottam, hogy igenis azért, mert ez az Úr útján jár, és az ő kedve szerint történik, míg ez a süketelés ezzel a jaj, potporát, meg munkanélküli, meg beiratkozás, meg a lista, meg mit tudjam én, ez meg a semmibe való sártaposás, és ezt az Úr nem szereti. Úgyhogy ez nem is működik. Lehet, hogy jobb lenne átgondolni Európa vezető rétegének, meg a mi uralkodó politikusainknak is, hogy talán lehetne ezt másképp is csinálni, de ez se történik, hát tudjuk, hogy állnak hozzá a vallás az Istenhez, a gyökerekhez, mindenhez, meg is látszik rajtunk, mondjuk így. Na de mindegy, hát azért még befejezésű lehet ez az egész, ez álljon itt a szerzetes neve, Bucher atyának hívják, és áldja meg az Úr minden egyes lépését mind a két kezében. A könyv egyébként valami olyasmi, hogy én, amikor a cigány kérdéssel kezdtem foglalkozni, mindennek azért utána nézek, itt is így tettem, utána olvastam, elmentem Kazincbarcikára, a könyvtárba, nagyon kedvesek voltak, szeretnek ott engem, sokszor adtam elő. Beütöttük a cigány és a roma jelszót a számítógépbe, kidobott 120 címet, ebből 60-at kiszűrtem, azt leszették, odahozták az asztalra, ebből 30-at kivettem, és évekig álltak a ágyam mellett a cigány témájú könyvek. Cigányok vándorlásainak a térképe, cigányok története, cigánpecsényes ütése, lovári nyelvkönyv, szóval minden, amit úgy érdekesnek találtam. Így hát egyre érdekesebbnek egyébként, hát ugye elkezdtem olvasni, és akkor úgy fölvázolódott a cigányok története a szemem előtt. Hát úgy gondolom, hogy ebből szinte senki nem tud semmit. Itt tényleg körülöttünk, meg közösen velünk több száz éve, de ha megkérdezném, hogy na mit tudnak a cigány történelemben, szerintem senki nem tudna semmit, kivéve azt, hogy Indiából származnak, ez valahogy úgy beépült a köztudatba. Na de hát, mikor indultak el egyáltalán, miért indultak el, merre jöttek, mikor értek ide, ha ide értek, miért nem mentek tovább, ha tovább mentek, miért jöttek vissza. Szóval ilyen kérdések. Hát, csak nagyon-nagyon röviden, mert szívesen mesélnék hajnali. Hát a cigányok körülbelül olyan 1000 éve elindultak Indiából. Hát, hogy miért? Hát biztos szárazság volt, még letámadták őket, még mit tudjam. Egyébként nem úgy indultak el, mint mi magyarok, ugye, hogy kötöttünk egy vérszerződést, aztán a hét törzs fölkerekedett, és bevonultunk ide, okozva egy kis fejfájást Svetopluknak. Hanem inkább ilyen, ahogyan szekerezni szoktak, néhány család, 20-30-40 ember, és akkor így átszivárogtak, de évszázadokon keresztül akár. Azt tudjuk, hogy merre mentek, legalábbis Örményország, meg Perzsia mindenképpen. Ezt meg onnél tudjuk, hogy a cigány nyelvben sok örmény, meg perzsa szó belekerült.
ma is olyanok, hogy ahol élnek, mondjuk ha itt élnek, akkor sok magyar szót beemelnek a saját. Ha még Spanyolországban, akkor még a spanyol szó. Ez okozza aztán azt, hogy úgy megérti egymást a Spanyolországban élő, még a itt élő cigán, de azért vannak nagy különbség, és minél több időt eltel egymás után, annál nagyobbak ezek a különbségek. Hát minden esetre legalább annyi különbségünk, mint a csehek, a szlovák. Azért megértik egymást, de... Hát ugye megvolt a útvonal, jöttek, aztán Bizáncnál átlépték Ázsia és Európa határán, Balkán, jöttek fölfelé. Magyarország eljje 1300-as évek elején, közepén érkeztek, azt meg onnan tudjuk, hogy luxemburgi Zsigmond uralkodás alatt adott nekik egy menlevelet bizonyos László Vajdának, akit megbízott azzal, hogy ítélkezzen a népe fölött, és felszólította azokat a városokat, falvakat, amerre járnak, hogy segítsék őket vándorlásukba. Aztán később kiderült, hogy ez valószínűleg hamisítvány, de hát mit várhattunk volna. Na mindegy, ide értek, csodálatos, ez a kedvencem, csodálatos módon indítottak Európába, beadták az itt élő keresztény vallásos népnek, hogy ő egyiptomi zarándok. Hát ezt meg úgy állították be, hogy hát Egyiptomban éltek, Egyiptomról ugye mit tudott a nép? Hát tudták, hogy van, mert benne van a Bibliában, hát oda menekült a Szent Család, Herodes privékjei elő. Hát, de hogy ott éltek, elfoglalták aztán a törökök a Egyiptomot, az ő élőhelyüket is, és kényszerítették őket, hogy térjenek át a muzulmán hitre. Hát át is tértek, mi más tehettek volna, no, de hát annyira bántotta őket az igaz hit elvesztése és áhítozás az egy igaz úr után, hogy egy viharos éjszakán megszöktek a török uralom alól, és visszatértek, visszakeresztelkedtek. No, de ez akkor is olyan nagy bűn volt, hogy hát penitenciálon kiszabták rájuk a főpapok, hogy menjenek hosszú vándorlásra, és így mossák le a magukról a vétket. Hát, és most akkor itt vannak, meg akarnak tisztulni, menekülni a bűnöktől, és akkor itt vagytok, kedves keresztények, el lehet bennünket tartani. Mindenfölni jóval lehet segíteni az zarándoklatunkat. Hát persze, itt élők érdekesnek találták a témát, érdekesnek találták a cigányokat is. Hát azok... megjelent, soha nem látott népcsoport, ugye próbáltak sok mindennel foglalkozni, leginkább mulattatás, ugye, jóslás, táncoltak, énekeltek, mesemondók voltak, mindez jól ment nekik, ugye messzire ütött ember, úgyis olyan mesét mondtam, ilyen takar. De próbálkoztak a mesterségükkel is, ilyen hát, kovácsok voltak jellemzően, de fűzfafonók, faföldolgozók, mindegy, ez ilyen nagyon alacsony kezdetleges szinten. Hát mondjuk Nyugat-Európában nem nagyon kértek a tudományukból ott a ottani kovács céhek, mert ő ellenálltak, megtörtént, hogy leverték a cigán kovács által fölvett patkót aló lábáról, nem fognak itt mindenféle amatőrök nekünk belekutyulni a mesterségünkbe. Így hát, amivel én tudtak, hát azzal fizettek, ugye. És akkor sokáig így bevették a mesét, néhol nagy ovációval fogadták őket, rózsaszirmokat szóltak a lábuk elé. Hát még az sem számított, hogy amerre jártak, mintha több tyúkot vitt volna a róka, abban az időben Baromfi udvarról, vagy a kevesebb alma termett a fákon, mi érdekes. Na mindegy, hát így lófráltak Nyugat-Európában, de aztán egy idő után megmondták őket, ez már nem 100 évig tartott, és akkor gácsok kitaláltak egy ellenmesét, ezek nem is zarándokok, hanem a törökök kémei, és beleengedjük őket a városban, mert kikémlelik, hogy hol vannak a városfalnak a gyenge pontja, és jönne, elárulják a törököknek, azok meg jól elfoglalnak bennünket, úgyhogy szó se lehet róla, lassan már lőttek rájuk, ha csak megjelentek a tápolban. Úgyhogy hát nem is nagyon élvezték a ott létet, sokan visszatértek Magyarországra. Magyarországon ekkor török világ volt, és nálunk megfeleltek, ők
kísérték a hadakat, akár a térdükön is képesek voltak megélesíteni a zsatába kicsordult kardokat, tehát úgy megtanultak ennyit. Na aztán elmúlt a török világ, hát akkor lófráltak dolgukat, és megélhetésüket keresve az országban, hát azt egyszer csak megjelent Mária Terézia, akinek nem nagyon tetszett ez a lófrálás, megpróbálta őket letelepíteni, és komoly törvényeket hozott, még inkább az ő fia második József. Hát mindenképpen akarták telepíteni, adófizetővé tenni, és ennek szigorúan álltak neki, még a cigány nyelv használatát is megtiltották. A cigányokat se lehetett úgy nevezni a továbbiakban, hanem új magyaroknak vagy új parasztoknak. Ha használták a cigány nyelvet otthon, elvették tőlük a gyerekeiket és adották magyaroknak, hogy azok neveljék. Mondjuk annyit elért, hogy sokan ebben az időben elveszítették a nyelvüket, a cigány nyelvet, így lettek belőle, mondjuk mai nap is ismerjük ezt a törzset, vagy fajtákat nevezzük a rom-ungrók, ugye, tehát roma származásúak és ungró magyarul beszélnek, cigányok nem tudnak. No de hát olyan császárnő még a világon nem született, aki a cigányokkal vele bírt volna. Mária Teréziának is beletört a bicskája ebbe a dologban, nem tudta őket fölemelni. Ha le is telepedtek, akkor a szegények legszegényebbjei lettek. Egyedül egy olyan terület volt, ahol nagy nevet szereztek maguknak, az pedig a cigánzene. Akkoriban született meg Cinka Panna, az első cigán prímás, aki arról is nevezetes, hogy nő volt, hát nő létére lényegében megalkotta a modellt. Ez nagy szó volt, mert a cigányoknál a nőknek azért nem volt olyan nagy becsülete, mondjuk így. Meg volt a helyük, de azért ez egy macsó társadalom a mai napig is. Ezt meg onnét látják, ha mennek a cigányok az utcán, előmegy a férfi, két-három lépéssel mögötte asszonyok körülvéve, asszony körülvéve a gyerekekkel. És nagyjából a cigán társadalom olyan, hogy csak a férfiaknak volt szavuk, nekik volt szavazati jog. Egyébként nagy demokrácia volt körükben, mert mindenkinek ugyanannyi szava volt, de nem volt a királyai, grófék, mint ugye én a vajdát is csak a gácsok ültették rájuk, hogy legyen kivel tárgyalni, ne kelljen mindegyikkel külön. De ugyanannyi szavazati joga volt a férfinak. A férfinak azt tekintették, akinek volt már felesége, legyen az 14 éves, vagy 80 éves, és ennek már volt 30 gyereke, meg 400 unokája, de ennek még semmi, de akkor is egy az egybe dönthettek valami vitás ügybe, vagy a közösséget érintő. Na, hát a cigán zenészek ugye ebben nagy lehetőségbe leltek, és akkor jöttek a híresebb prímások, ugye Bihari, vagy végül a király Dangó Pista, és akkor de azóta is ugye Lagatos Sándor, meg Soros Lajos, meg száztagú cigánzenekar, meg a világhíres művészek fejlődtek. Úgyhogy ez volt az egyik, de a többiek azért azok nem nagyon találták meg a számításukat, és ahogy haladt előre a világ, egyre kevésbé nem tudtak lépést tartani a korral, a modern gyártási technológiákkal. Hát aztán nagyon megszenvedték a második világháborút, ugye a fajelmélet őket is elérte, ugyanúgy megjárták koncentrációs táborokat, mint a zsidók. Aztán jött egy még nagyobb megpróbáltatás, a szocializmus, amikor mindenkinek dolgozni kellett. Úgyhogy valahogy átvészelték. És aztán megdőlt a rendszer, eljött a demokrácia, a mikorunk, a mi dicsőséges korszakunk, ugye. És hát ez nagyon rosszul kezdődött a számukra, hát ugye a demokrácia azzal kezdődött, a privatizáció, és akkor vállalatok magánkézbe kerültek, hát ott pedig, ott már nem volt az a kötelezettség, hogy mindenkit alkalmazzunk, hát aki nem volt eléggé lelkes, azt úgy elbocsátották, hát és azért ezt elmondhatni, hogy ebbe beleestek, tehát lényegében szinte az egész cigányság lapátra került.
Hát és akkor először örültek, ha semmiért kapott pénznek, de aztán rájöttek, hogy ebből megint nem lehet, és akkor még emellék ő valamit. Hát minden esetre ekkor kezdték azt, hogy na akkor útra kelünk. És ez a könyv ma ebbe a korszakba esik, az útra kelésről. Különböző utakat választottak. Na de még azért meséljek arról, hogy... És én akkor rám tört a elején a gigantomália, erre vagyok, vannak hajlamaim. Azt mondtam, hogy írok én, mire nem tudunk itt a cigányokról semmit, no majd én. Írok egy akkora nagy cigán szágát, hogy aztán már mindenki fog mindent tudni. De hogyan lehet, mondom, hogyan lehet egy 2000 évnyi történelemű regényt írni, aztán rájöttem, hogy nem is regény lesz ez, nem inkább ilyen novellákat írok, ilyen novella füzér, minden korszakról, és akkor ki lehet olvasni, hogy évekkor, és akkor itt és ott, mi történt velük? Hát megírtam egy eredetmondát, ők nem csodaszarvasok voltak, hanem madarak, ugye, akik szabadon szálltak. De a gabonával teli dús mezők felett, és az úr ellátta őket teli vegyig. Hát aztán írtam egyet, hogy hogyan és miként indultak el, jóslat alapján, ugye ilyesmiket beledobtam. Élveztem az egészet, megírtam Cingapanna történetét, azt a végképp élveztem Bankó Pistáit is. Na mindegy, lényegében úgy tűnt, hogy ilyen 30 körüli novellára lesz ehhez szükség. Hát megírtam el 8-10-et, ugye még, de aztán arra is rájöttem, hogy ez 2-3 évnyi munka, ha mindent rendesen meg akarok csinálni. Annyit még nem akartam rászállni, mert jobban izgatott a ma cigánsága és a ma problémája, és akkor azt mondtam, hogy megírok egy összefüggő regényt, és ez lett az, ami a demokráciába kezdődik, tehát konkrétan 1995-ben, akkorra már munkanélküliek lettek, ugye, és máig tart. És majd, amikor ezt végigírom, akkor majd visszatérek a régmúlt, az a múlt, ez pedig a jelen, vagy a közelmúlt, nevezzük úgy. A könyvnek tehát ez, és akkor majd megírom valamikor a előzményét. Ez még már. A könyvnek a cselekményét Magyarországra helyeztem, azon oknál fogva, hogy sokat feszegettem a identitás kérdését, ki a cigány, az, aki cigánynak tartsa magát, vagy az, aki cigányok beszél, vagy aki a többiek tartanak cigányok, ezt maguk se tudják nagyon eldönteni. De én nem akartam még ebbe belekeveredni, hogy cigán vagy, de magyarul beszélsz, de szlovák állampolgár vagy, de akkor most mi vagy? Hát ez már úgyis túl bonyolult lett volna, még bonyolultságon, tudom, hogy jó lesz az Magyarországon is. A könyvben egyébként sok olyan van, ami itt történt, de hát ott találtam neki helyszínt, ezzel nincsen semmi probléma, hogy se változott nagyon helyzet. Tehát a helyszín Magyarország 1995-6-ban kezdődik a dolog. És egyértelműen abban a helyzetben vannak, hogy rossz a helyzet, hát a politikum meg megpróbálja őket össze-vissza kihasználni, ugye egyik és másik oldal is megy a harca a szavazataikért. Na de hát a cigányok nem várhatnak a politikára, rossz helyzetben, na, akkor útra kellnek. Főleg Nyugat-Európa felé is úgyis arról szólt a mese, hogy az ott a tejjel vízzel folyó Kánaán, ott a kerítés és kóvászó van, úgyhogy majd ők akkor törnek belőle. Hát néhányan kimentek dolgozni, kipróbálták azt is. Általában ilyen idei munkákra, szőlőt születelni, narancsot szedni, olajbogyót, mit tudjam én. Hát jó, hát ez úgy. Aztán rájöttek, hogy lehet itt könnyebben is pénzt keresni, felfedezték a utca zenélést. Az mondjuk nekik baszolt, hiszen mája, mi kapjuk déd nagyapja és apóét. Úgyhogy az be is vált, de aztán még később, hát, de mi van, ha én nem vagyok tehetséges zenész, hát akkor úgy is működik a dolog, ha csak ülök zenélés nélkül, és leteszem a kalapom, jött a koldulás, ugye, akkor néhányan eladták magukat migránsnak. Beadták mondjuk, hogy fú, itt ezek a rasszista magyarok, nagyon utálják őket, és muszáj volt menekülni, jó szándékú, tehát ezekkel nincs mit tenni.
Úgyhogy elvittek Franciaországba, a francia jó emberek megbefogadták őket, azt az 50-et, ugye az elsőt újságok címlapjaira kerültek, hogy francia milyen nemes lelkű nép, mennyivel jobbak mindezek a senkiházi magyarok, mi elégett a szerencsétleneket is befogadják. Mondjuk két év múlva nem lelkendeztek annyira értük, amikor úgy letelepültek egy kisvárosba, hát a szemre való cigánylányok szégyentelenül árulták magukat az utcán, a iskolás francia gyerekeknek drogot kínálgattak, mondjuk azért előnye volt, eltűnt a sok rossz vas a környékről. Aztán hátránya még az, hogy utána még eltűnt a sok jó vas is. Na szóval, egyszerűen, és akkor megint ment, hogy jaj, de itt ezek a franciák nem jók, ezek már nem szeretnek, mert átmentek Hollandiába, hollandok azok szintén nagyon jók voltak, szintén első százzal, de amikor elterjedt a hír, és utána jött első 10 000, utána még első 100 000, már azok is elkezdtek turikolni, de hát a nyugati társadalom az nem olyan, hogy most előbe vitték volna őket vissza, hát ez a szó se lehet róla, valami módon ki kell kényszeríteni, hogy önként menjenek, hát a hollandok mondjuk egy nagyszerű módszert alkalmaznak, ez igen tetszett nekem. Ugye megvan adva, hogy egy menekültnek a ellátásához meg kell kapni a napi 800 kilokalóriát, meg is adták a cigányoknak, mindent legvárba. Reggel kaptak legváros kenyeres, délben legváros tésztát, este csemet marmeládéval, egy hét után csapatostól menekültek. Láttam a cigány azt, hogy a szlovákó volt, hogy mondta, hogy jaj, zláte, szlovensko, tanz, miért mi szlányunk, lovasai, tudod, legvár, nyugod nincs, most mit szerős, két szipon viszlik, nyugod muszlimet. Akkor elmentek közébe, Kanadába, szóval végigjárták egész világot, de nem gyújt föl a dolog, hogy hát ez úgyis már semmire se vezető. Sokan bűnözői pályára tévedtek. Néhányan belementek a politikába. Olyan jogvédők lettek belőlük, hogy ihaj. Majd kiharcolják a jogaikat, meg minden. Hát ha ez egy nagyon széles pénzkereseti lehetőség, csak be a internetre, hogy mit tudjam én, cigán szervezetek vagy cigán alapítványok, kidob valami 4 000-et. Minden egyes érkézlap cigánynak van valamilyen alapítványa, hiszen csak úgy lehet fölvenni pénzeket, alapítvány, segélyeket, mit tudjam én, hát szóval. Na mindegy, millió ilyen idiótaság, ami csak létezik, találgattak a nagy ötletre már, míg végül megszületett egy ember, aki végre rábukkant arra egyszerű dolog, de nekik mi lenne, ha dolgoznánk. Bogdán Lászlónak hívtak, és de nem csak a mesében van rám, mert hajlamosak vagyunk elhinni, hogy ez csak a cigán népmesék, ő se lehet. Nem, ez az ember élt is. Egy Cserdi nevű falunak a polgármestere lett. Cserdi körülbelül 20 kilométerre van Pécstű, Baranya megyében. Olyan 3-400 lakosú falu. Megválasztották, mert tudni kell róla, hogy azelőtt svábok lakták, azt azokat kitelepítették, jöttek helyük meg cigányok, és aztán egyszer csak átbillent a népesség a ő javukra, és aztán akkor kezdődött a zűr. Senki nem tudta, hogy mi ez a Cserdi, ha csak nem a bűnözéssel foglalkozott, mert az ország egyik legfertőzöttebb faluja volt. Évente 6-700 bűneset esett meg, tehát naponta 2. Azok közt aztán volt sok minden, de egyszerű gyúklopástól kezdve a véres verekedésig, a többszörös gyilkossága, amit akarunk. Úgyhogy hát ott már nagyon nem lehetett élni. Mindenkinek elege volt, cigánnak, bácsónak egyaránt. Megválasztották ezt a Bogdánt, és ő azt mondta, na, akkor kezdjük el felszámolni a bűnözést. Hát, rendben van. Első nap összehívott egy falu gyűlést a polgármesteri hivatal elé. Füttyentett, kijött a segítő, és levágta flexel a rázsokat a hivatal ablakáról. És azt mondta a Bogdán, hogy hát, hiába vannak ott a rácsok, azzal nem lehet védekezni,
tavaly is négyszer törtek be, egyszer se lett meg a tettes. Már nem rácsokkal fogunk védekezni, hanem odafigyeléssel, mert tudjátok meg, hogy ez nem a romáké, nem a gácsoké, hanem a miénk, mindannyiunké. El arra, hogy mindenki védje. Hát, hogy én mentek hazafelé, lihegtek, röhögtek, ó, mamám, hogy ilyen betörünk, nem már egy hónapig talán mégis. Hát nem, és egyébként nem lett igaz. Csak három nap után törtek be. De megy reggel munkába, mondja a titkár, hogy ilyen, hogy polgármester úr betörtek a hivatalba, elvitték a régi számítógépet, meg a mellényet, meg a kockacukrot. Szóljunk a csendőrségnek, minek, úgysem, majd én. Elment a cigánsorra, úgy mondom, ez egy csokhájhoz. Ez a csokháj, ez egy ilyen javasasszony, jósnő, boszorka, ilyen tekintélyes öreg cigányasszony, minden tudás birtoklója. Ezt mondja nekem, hogy mondja néném, hát betörtek a hivatalba, de ezt maga úgy is tudja. Maga azt is tudja, hogy kitette, de nem akarom, hogy megmondja nekem a nevét. Csak annyit kérek magad, hogy adjon át neki egy üzenetet. Máma éjjel tárványítva hagyom a ajtót a hivatalban, hozza már vissza azt, amit elvitt. Hát, megy másnap reggel, gyöllelkendezve a titkárnő. A polgármesterről visszahozták a számítógépet, a mellényemet, meg még a kockacukrot is, igaz négy darab hiányzik mellényem. És így kezdődött. Ja, mindent bedobott azért, hogy ezt valami módon átültesse. Soha nem látott a dolgokat szervezni. Például elvitte a gyerekeket, a falu gyerekeit a megyei börtönbe. Megmutatni nekik, hogy mire vezet a bűnöző életmód. Hát azok összecsinálták minket. Tehát sok tetovált, fogatlan, ilyen orra, ilyen fölke, kigyúrt alakok látták. Aztán nem, elmondták otthon, hogy mi van. És akkor ilyenek, mert ezért különben a többi cigányt, még az összes ilyen jogvédőt, amik kapott hideget, meleget. Nem lehet kitenni a szegény gyerekeket ilyen lelki terrornak, ezeket fel kellett volna készíteni pszichológusoknak, meg pszichiátereknek a segítségével, ami lesz ezzel egész életükre szóló lelki sérüléseket szerveznek. Megmondta, hogy hát lehet, de bűnözőnek nem mennek most már, azt mondom, garantálhatom. Úgyhogy, tehát így ment a árba a szembe, de az eredmények megjöttek, és pár éven belül elérte azt, hogy a faluban két bűneset történt egy évben, az egyik két legény összeverekedett valami lány miatt, tehát ez legyen is. A másik meg tudja, milyen rosszul szólt a fülemül, aztán valaki ezt tette szóval. Ez meg volt. De még inkább azzal érte el ezt, hogy már nem volt szó arra, hogy mostan okvetlenül lopni, megbetörni, úgy mindenkinek munkáltalan. És egyszerű, legális módszereket alkalmaztak, közmunkásokat, egy közmunkás helyeket pályázott meg az állandó, és akkor elkezdtek, a közmunkások persze nem csak azt csinálnak, mint sok helyet, aki gerebjézik a árpartot, meg a temetőt kitisztítják, hanem a községi földeken elkezdett velük zöldséget termeszteni. Csak egyszerű krumpli, hagyma, paprika, paradicsom, sárgalépa és mi. Hát és ugye így mindenki, ami megtermett, azt pedig egyszerűen szétosztották a egyenlő arányba a falu lakosai között. Termett 400 kiló krumpli, akkor kilós csomagokba minden házba elvitték, ahonnan. A cigányok, akik dolgoztak, a közmunkás helyeken mondták, tehát azok még adnak, hát dolgoznak, érte? De te is kaptál eddig segélyt, azt te se dolgoztál, érte? Igaz. És így és így. Szóval ilyen nagyon-nagyon híre is ment a dolognak, mert olyan dolgokat csinált, hogy teljesen, mondjuk amikor túl sok paradicsom termett, akkor egyszerűen csomagokat csináltak, megállogatták a falun átmenő autókat, osztattak még ajándékba, egy zöldségcsomagot. Sokan kidobták a falu végén, ezek a boloncigánik biztos megmérgezték. De nem, egyszerűen, és akkor így ment, haladt előre a dolog. Ezzel elérte azt, hogy ő lett a leggyűlöltebb cigány egész Magyarországon. A sok nagy politikus, a sok nagy jogvédő, akik azt állították eddig, és azt terjesztették, hogy a cigányok ugye megoldhatatlan dolog.
Vagyis megoldható, de csak nagyon nagy anyagi ráfordítása, sok milliárd eurót követbe beletenni, és csak is rajtam keresztül menjenek el, mert én tudom majd, hogy hogyan fogjuk elosztani a lehető leghatékonyabban. Ha évente sok milliárd eurót beleteszünk, akkor majd türelmes munkából 300 év múlva megmutatkoznak az első eredmények. Hát ugye, és akkor erre gyerem, és azt mondja, nem kell semmi. Meg lehet csinálni. Hát természetesen, hogy gyűlölték, ott tettek neki keresztbe, ahol csak lehetett. Meg hát ugye a jobb oldal meg a bal oldal is egyik oldalon a magukének akarták, de nem volt hajlandó, hanem mondta, hogy a bal oldal, hát persze, de vannak bizonyos eredmények, de azért nem elégséges a cigányság sorsának emelésére. Csak mondjad el, hogy te is milyen nehezen vitted előre a dolgot, és mondjad el, hogy a mocskos Orbán, a másik ezért meg mondja, hogy látjátok, mégiscsak lehet, és mondta, hogy a mocskos Gyurcsány. Én még erre nem volt, hogy veszek egyetek, én csinálom a magam dolgát, aztán hagyjatok békén, ha már segíteni nem tudtok, azzal is belőlékszök, ha nem vártatok. Na minden esetre ezt az alkot én meg akartam ismerni. Volt egy könyv bemutató Bécset, úgy intéztem, hogy legyen időm arra, hogy elmenjek Csebbire, mert nem vettek semmilyen telefont, semmilyen e-mailre, nem jelentem, csak személyesen. Hát elmentem Cserdire, beállok a polgármesteri hivatal elé, ott lófrál két roma, mondom, polgármester, szólunk neki mindjárt, itt lakik a két háznyira, jött is. Mondom neki, hogy hát engedjenek, hogy bemutatkozzak, Szomolai Tibor vagyok, könyvet írok a cigányokra, és nekem nagyon tetszik, amit csinálok, gratuláljak hozzá, és hát mint jó példa mindenképpen be is fogom foglalni a könyvembe. Szeretnék magával megismerkedni, kicsit megismerni a agyajárását. És akkor most azt javaslom, hogy üljünk le egy kicsit beszélgetni, és akkor nézed, úristen, mondom, ennek az embernek a zaklatottság volt a szemébe, a bizalmatlanság végig, hogy hát adja le inkább írásba a kérdéseit, aztán pár hónapon belül majd találok időt, hogy válaszolj. De a polgármester ő nem így gondolkodott. Azt mondom, hogy üljünk be a kocsmába, ígyunk meg egy sört, azt beszélgessünk, azt ígyunk meg még egy sört, ne sántítsunk, mondjuk tovább. Jaj, de mostan semmiképpen se jó, mert nem sokára kezdődik egy rasszizmus elleni koncert, és ott kell lennem, mert az nagyon fontos, hogy a rasszizmus ellen harcoljunk, és már az nagyon fontos. Még egy polgármester. Ez egyáltalán nem fontos. Én még nem láttam soha olyan embert, aki rasszista volt, azt elment egy koncertre, azt meg már nem lett rasszista. És sok koncerten voltam, egy ilyennel se találkoztunk. Nem a koncertekkel kell harcolni a rasszizmusra, a kapállással. Amit maga csinál, az a jó módszer. Na de akkor is, én adjon egy névjegykártyát, majd felhívom, tudtam, hogy nem fog felhívni, adtam neked névjegykártyát. És akkor el. Én tőle függetlenül írtam a könyvet, és eljutottam az utolsó fejezetig, és hát mondom, hogy legyen ennek vége. Azt tudtam, hogy nem lehet happy end, mert hát happy end, egy cigánykönyv nem végződhet, ugye. De mondom, mit kezdjek a polgármesterre, hogyan alakítsam a dolgot, de ezt megoldotta az évet, illetve megoldotta a halál. Meglátogattuk a fiammal együtt a régi tanítóimat, akik sokat segítenek nekem a könyveim írása közben, valacsony házaspár, mindig elküldöm nekik a megírt 100-150 oldal, kijavítják a rossz szórendjeimet, veszőhibáimat, mint tudja mi. De mindig elmondják azt is, hogy mi a véleményük a olvasottakról. Ott vagyunk náluk, és akkor ott panaszkodok, hogy hát nem tudok mit kezdeni, hát azt mondja a tanárnőnök, hát az a polgármester, aki zöldséget termeltetett a cigányokkal, az meghalt. Meghalt? Mi az, hogy meghalt? Nem hallottam el, csak mikor? Nem tudom, héten hallottam. Bálint is már bejön internetre, okos telefon, ugye. Bogdán László felakasztotta magát. Felakasztotta magát? Hát mondom, ez meg már hogyan. Hát ugye ennek a nyitja, meg egy Európa Uniós projekt,
rávették őt arra, hogy amikor sok a zöldség, kár kidobni, vagy mondjon, lehetne hasznosítani, ha feldolgoznánk, lecsavot főznénk belőle, mit tudjani, és megpályáztak egy zöldségfeldolgozót, egy csarnokot, hát 90%-ban el is készült, láttam is később. De jó szokás szerint úgy szétlopták egészet, ahogy ez illik Magyarországon, legalábbis hát nálunk nem, mert nálunk nincs ilyen korrupció, de ott van. Úgyhogy szétlopták az egészet, tudom, hogy nem ő volt, emléke nem volt benne ebben a kezel, ez egy más ember volt. De őt tették előtérbe, őt helyezték, őt nyomták a fronton, őt bűnbaknak állították, és hát azt is el tudom képzelni, hogy valóban felakasztotta magát, mert hát rájött, hogy mit tettek vele, ugye eddig a jót hirdette, és most megkiderül róla, hogy ő a legnagyobb az ember és a legnagyobb dolgai. Hát de én azért akkor is inkább azt gondolom, hogy nagyba segítettek neki ebbe a felakasztásba, én valahogy enni, és akkor így ezzel elmosták a jókat is minden. Na mindegy, meghalt a Bogdán László, ugye? És hát meg kell mondanom, hogy én elmentem a temetésére, de hát ez, hát igen, valaki azt mondja, 2 évvel ezelőtt, hogy te elmész egy ismeretlen cigánynak a temetésére Magyarországon 500 kilométerre, azt mondom, hogy a fejére esett a kókuszdíj, erre semmi nem mutatott, de mégis valami oda húzott. És hát elmentem, ugye nagy hatalmas temetés volt, már a szomszéd falu végét, ő álltak a parkoló autók az út szélén, millió ember. Ott voltam, én eléggé megviselnek ilyen dolgok, de ottam még dühös is voltam, úgy mondom, ha senki másnak, de Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének itt kellett volna térdelnie ennek az embernek a sírjánál. Mert ezt nagyon nagy, ha már életébe nem segítették, ami nagyon nagy kár, legalább a halálába meg lehetett volna adni a végtisztességet neki, mert utána már hiába állítottak neki szobrot, meg koszorúzták, meg emlegették, meg lovagrendé nevezték ki, meg lófő, ez már mit segített. Elveszett a jó példa, és már nem is lehet megtalálni, mert ő volt egyetlen, és senki nincs is, aki a helyére álljon. Na de én minden esetre, én nem akartam, hogy az én fáklyavivőm felakassza magát, és más sorsot szántam neki, és én nálam egy merényletbe hal meg. De akkor is, hát meghal a könyv végén, és ugye az ő temetésével végződik ez a könyv. Hát és ott ugye az van föltéve utolsó kérdésnél, na meghalt a lehetőség, és most akkor mi lesz veletek, cigányok? És senki se tudja megválaszolni. De minden esetre ugye hát ez a könyv sok mindent fölvázol, sok mindent föl, sok minden van benne, sok minden érdekesség is van benne. Már csak azért is, mert én ugye nem csak a könyvekből, meg a saját tapasztalataimból tanultam a cigányokról, hanem kerestem olyant, aki segíthet ebben. Hát kiadtam az engem segítő csapatnak, hogy keressetek nekem olyan cigányt, aki tud cigányul és van diplomája. Hát ez nem volt olyan egyszerű, 50 kilométeres körzetben azért mégiscsak valahogyan megtaláltuk. Hát Kodlár Ildikó, Fülegi alapiskola igazgatónője, aki egy roppant kedves, művelt, jó szándékú és intelligens lovári asszony, és ő mesélt nekem a cigányokról. Hát igen, nagyon érdekes volt hallani a belső információkat. Olyanokat tudtam meg, amiket másként sehogy se tudtam volna. Hát például, ugye, szanyag kérdez bármit. Na jó. Úgy hírlik, hogy ti pénzért veszitek a asszonyokat, igazi? Igaz. Még mielőtt ebbe belemennék, hadd mondjak ilyen nagyon rövid felosztást a cigányokban, mert sok fajta van, de eleve nagyjából 3 fajta, ugye itt vannak, akik a eredetiek, a cigányoknak tartják magukat, azok a olá cigányok, ők beszélik eredeti a cigány nyelvet. Ezen belül is van sok törzs, nem is tudom, mit nevezzem, főleg az szerint, hogy
milyen mesterségük volt, tehát a lovárik ugye lókereskedéssel foglalkoztak, most már rátértek a használt autókereskedésre, kelderások, üstöket kalapáltak ki, csurárok késeket készítettek, de ilyen kovács mesterségek. Ezek beszélnek cigányú, összetartnak és ősi cigányú módot próbálják megkövetni. Hát a másik csoport a kárpáti cigányok, vagy muzsikus cigányoknak is hívják őket. Ezek milyen egyszerűsített cigány nyelvet beszélnek, vagy nem is beszélnek már cigányul, egyik részük a úgynevezett romungról, ugye. Harmadik pedig a, hát ez egy nagyon érdekes társaság, bejásoknak hívják őket, nálunk is vannak egyébként, de kevesen bajasi szlovákok. De ezek a bejások pedig se nem cigányul, se nem magyarul, hanem orvánul beszélnek. Na, ennek a története meg az volt, hogy amennyire a középkorban jöttek a cigántörzsek csoportok a Balkánon keresztül, a munkaerőjén volt, hát ahogy összefogdosták őket, rabszolgává tették, és hát dolgoztatták, mindez 500 éven keresztül. Hát elvárták, hogy a cigányok, hanem románul beszélnek, megtanultak, ugye. És már a cigány nyelvet rég elfelejtették. Ennek a rabszolgaságnak olyan 1850-60-ban vége lett, hát akkor sokan fölkerekedtek, és mondjuk átjöttek Magyarországra. Bevetették magukat a főleg baranyai erdőkbe, tetőváljás, famunkák, ilyesmikből éltek. És az az érdekességük, hogyha mondjuk a román nyelvészek tanulmányozni akarják, hogy milyen volt a óromán nyelv, akkor eljönnek Magyarországra a beás cigányokhoz. Mert ugye Romániában tovább fejlődött a nyelv, hiszen mi sem úgy beszélünk, mint Kossuth meg Petőfi, ugye azóta is sok minden változott a magyar nyelvben, ugyanígy a román nyelvben, de ezek meg úgy maradtak, ahogyan annak idején voltak. Tehát ilyen nagyon-nagyon különlegesség. És ezen belül még van millió csoport, meg is saját maguk sem nagyon tudják, mennek a viták erre a felosztásra. No de, akik igazi cigányoknak tartsák magukat, azok a lovárik, és mélységesen lenézik a többieket. Ne tévedjünk, minket nagyokat is lenéznek. Tehát ezt úgy értsük, hogy lovári fiú fölnőr, házasulandó korban él, azt mondja apja, na, lányom, a fiam, akkor menjél, keressél egy helyes kis olácigán kislányt, vedd el, azt csináljatok nekem 40 unokát. Hát esetleg bizonyos körülmények között még egy galácsó, úgy, ahogy belefér, egy romungró, hát ez kevesebb a vakondnál, hát ez szóba se jött, nem létezik. Nagyjából olyan szinten lenézik a többi cigát, mint a fehér rabszolgatartók valamikor a néger rabszolgáikat, nem is tekintették őket. És ezek a olá cigányok, hogy ők tartsák a régi szokásokat, például ugye, pénzt adtuk a asszonyokért. És azt mondja, érlik, hogy igen. Hát, azt mondja, de azt nem úgy képzeld el, hogy kilóra megveszed, hanem úgy, hogy ez kifejezi az értékét. Tehát, ha veszed egy drága autót, azt se ütöd, vágod. Ez nagyjából úgy képzeld el, hogy elmegy a házasulandó a reménybeli apóshoz, azt mondja, hogy hát szeretném a nagyodat elvenni feleségű, kerülsz? Azt mondja, hogy 10 000 euró. Ne hittétek, hogy elkezd alkudozni, de adjátok oda 3 000-ért. Azt mondja, hogy itt van 12 000. És ennek két okai van. Egyik azt akarja, hogy az ő felesége legyen a legnagyobb rangú, mert az a legnagyobb rangú a cigány asszonyok között, akire a legtöbbet fizette. A másik, őt magát is a legügyesebbnek tartják, mert ki tudja fizetni a 12 000 eurót. Úgyhogy ennek megvan így a maga logikája. Más, mint a miénk, de megvan a logikája. Vagy, ami még jobban tetszett nekem, az a cigány törvénykezés, Romani Krisz. Hát ez pedig összeveszik két olácigány, többiek között csak olácigány. Összeveszik két olácigány, nem tudnak dőlőre jutni, hát akkor azt mondja, egyik elmegy a Vajdához, tartsunk egy Kriszt. Mondja, hogy hát nevezz meg 3 köztiszteletben álló, idős
férfit, aki majd képviseli az ügyet, vádlott ugyanúgy, három ember, hetedik a vajda, összeülnek és tartanak egy bíróságot, ez a úgynevezett Krisz. Ott nem nyilvános, különben ott van egész környék, minden cigány, a nyakkendőbe kikenve, kifelve, illatosan, ahogy szokás. És akkor meghallgatnak mindenkit, vádlottat, még mindjárt az elején megeskedik őket általában egy szentképre, hogy el fogja fogadni az ítéletet. És akkor meghallgatják őket, és azt meghozzák a ítéletet. Biztos, hogy még aznap, mert az a szoka, addig nem szolgálnak föl se innivalót, se ennivalót, amíg nincs ítélet. Úgyhogy, hát megszületik a ítélet, és mindenkinek el kell fogadni. És azt mondja Ildikó, hogy nem ám szerint döntenek, hogy kinek van igaza. Mindig mindenki azt gondolja, hogy neki van igaza. A szerint döntenek, hogy melyik döntés szerint lesz a legnagyobb nyugalom és béke a cigán közösségben. És ez nekem tetszett. Mert nem csak a egyéni dolgokat, hanem a közösségi dolgokat is figyelembe vette. És azt mondja, hogy muszáj, hogy elfogadja, mert ha nem, szörnyű büntetés. Kizárják őt a olá cigányok közül. De ez annyit jelent, mire kitennék egy lakatlan szigetre. Még rosszabb. Soha többé senki nem van szóba vele. Nem mehet be a kocsmába egy sörre, mert ha lesznek ott olá cigányok, kivelik. Nem mehet el anyja temetésére, mert lesznek ott olá cigányok. És nem engedik oda. Nem tud kivel üzletölni. Vége. Finito. Tehát nincs olyan, hogy nem fogadják. És ez nekem nagyon tetszik, mert egyszerűen elintéz vitás ügyeket. Nem kül hozzá járásbíróság, megyei bíróság, fölvetviteli, alkotmánybíróság, legfelsőbb bíróság, fegyházak, jogászok, ügyészek, börtönőrök, anyánkínja. Nem, el van intézve, és az egész társaság kényszerítette ki. Azt mondom, nagyban-nagyban sokszor példát vehetnénk róla. És amúgy is nekem szimpatikus volt ez a lovári társaság, meg volt a maguk formája, meg voltak a maguk tradíciói, sok mindent át lehetne venni tőlük. Egyetlen egy baj van velük, amire van elején is, hogy fölveszik a munkanélküli segélyt. Ez a probléma, mert nem jár nekik, mert nem dolgoztak meg érte, mi dolgoztunk meg érte. Hogyha azt mondanák, hogy ez nem, inkább legyenek olyan körülmények, amiben mi tudunk kellő teljesítményt és kellő bevételt biztosítani magunknak, akkor azt mondom, hogy legyen belőle minél több, és működjünk együtt, és segítsük egymást. És, na de így, ugye, én hát így azért nem teljesen kóser a dolog. Hát ez a probléma, de ezt a gácsa politikusok ütették a nyakunkra, és ezt az éket ideverik. Úgyhogy hát ilyen a dolog, sok minden megfontolandó van ebbe a könyvben, és írása közben különben rengeteg habókos alakkal találkoztam, mindenféle, vagy megismerkedtem például a magyarországi cigán királyjal. Ő felséges, a szentséges kezével szedte a tányéromba a tyúklevest. Adott egy névjegykártyát. I. Horváth József. Mondom neki, hogy mi ez az I? Hát ez nem I. Első Horváth József. Mondom, téged kiválasztod? Hát lettél király? Kiválasztott királyjá? Azt mondja, hogy engem 16 tekintélyes roma vezető. És azokat kiválasztotta. Hát én. Így könnyű. Úgyhogy szóval ilyenekkel van tele az egész társaság, de minden esetre én sajnos ugye az, aki valamit tudott volna, aki jó felé tudta volna, hát az eltávozott, nem segítették, példát se vették. Úgyhogy hát sok reményünk nincs, hogy ez megnyomul. De minden esetre én úgy vélem, hogy én megtettem a magamét, beleírtam ebbe a könyvbe. Biztos maguk is másként fognak nézni kicsit a cigányokra, miután ezt elolvasták. Egyébként mindenki cigányok, akik olvasták, azt mondták, hogy ez teljesen rendben van, így van. De nem, majd mondják, hogy rasszista, nem vagyok rasszista. Azt mondja, hogy a Molnár Judit, a Ma Hétnek a főszerkesztője. Elolvastam ezt a könyvet, azt a mai napig sem tudom megmondani, hogy te szereted, vagy nem szereted a cigányokat. Na, nagyon jó, mert pontosan így is gondolom, nem van, nincs ilyesmi.
Nincs ilyesmi, hogy szeretem a ciklanikusokat. Mondják, hogy nem szeretem a trehány magyarokat, meg szeretem a rendes magyarokat. Ugyanígy vagyok a cigányokkal is, és mindenkinek azt javaslom, hogy így álljon hozzá. Hát nem is mondanék róla többet, mert ugyan lehetne, de minek, el kell olvasni a könyvet, és sok minden benne lesz. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Esetleg, hogyha valakinek van valami kérdés, akkor még minden további nélkül természetesen válaszolok. Addig is. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy én is a magam, illetve az összeérdőt könyvbemutatóra kíváncsi Köböl útiak nevében megköszönjem, és egyben gratuláljuk is a legújabb könyvéhez. Nagyon örülök, hogy néhány évvel ezelőtt talán nem ebben a helyiségben, hanem még a Mottát. Ez még akkor nem volt elkészülve, úgyhogy a szerző nem ismeretlen a Köböl útiak számára, illetve hát ha jól tudom, Jócika biztos meg fog benne erősíteni, hogy az összes könyv természetesen a könyvtárunkban kölcsönözhető. És mindegyiket be is mutatom. Köszönjük szépen, és gratulálunk tovább. Köszönöm szépen, én pedig sok sikert kívánok a új polgármesternek, és hajrá, tegye igazi rendbe a falut. Köszönjük. Milí diváci, v nasledujúcich minútach vám odvysielame ďalšie zábery z metodického týždňa Jánoša Štámpariho. Kedves nézőink, a most következő percekben újabb felvételeket láthatnak a Stampai János szakmai hét eseményeiből. Tisztelt kollégák, tisztelt osztályfőnökök, megjelent vendégünk, hogy ott a Mikornéni. Kedves Stampai tanulók, egy kis időutazásra hívja benneteket. Stampai János iskolánk névadója, korába fogunk visszautazni, abba az időben, amikor a ti dédszüleitek éltek. Jó napot kívánok, tanár úr! Tiszteltem! Engedje meg, hogy egy interjút készítsünk Önnel, amit a világbőrű Philips rádióján megtalálhatunk. Természetesen, foglaljon helyet! Tudjuk, hogy Ön egy kiváló, nyugalmazott, nem tartanító, aki hatalmas társadalmi és közéleti tevékenységet folytat. Milyen az egészsége? Köszönöm, fiam! Időskorom ellenére jó egészségnek örvendek. Bár ilyen 90 felé már betegeskedem egy kicsit. Egy világhírű knerkúrával tartom fenn az egészségemet, ami abból áll, hogy minden reggel hideg vízben megfürdök, aztán visszavolyok az ágyba megisszadni. Télen hóban fürdök víz helyett. Az étkezésemre is odafigyelek. Reggel tejet iszom, napközben halott tejet. Nagyon szeretem a füstölt dolgokat. Szalonnát, kolbászt, és a saját kézzel készített savanyított káposztámat. Kedvenc gyümölcsöm az alma. Minden ebéd után felszeltelve, megeszek egy almát. Jaj, de szerettem feleségem Ilonka sós krémét, amit túróból és vajból készített. Beszélnem nekünk a jótékonykodásairól? Karácsonykor, 25-én, vagy 26-án kiosztjuk az egyen ajándékcsomagokat, amelyek cukrot, lisztet, csupa hasznos dolgot tartalmaznak. És még a gyerekeknek is van benne egy kis apróság. Húsvétkor ugyanez megismétlődik a mise után. Segítőkész ember maga? Hát tudja, öregkoromra, ha valaki nem kér, még most is segítek neki. De ha én magam nem tudok, akkor levelet írok barátaimnak, és én magam viszem ki a postakocsira a vasútállomáson. Isten tízesen a jóságáját. Isten velünk van, fiam. Kártori tisztemet nyugdíjba vonulásom után megtartottam. Az énekek és imák énekes könyvemben összegyűjtöttem azokat az énekeket,
melyeket innen a kövölkútiak ajkaiból szedtem össze. Majd imáim eljutottak egészen 13. Leó pápáig, aki díszkereszttel, majd 12. Pius pápáig, aki pedig érdemkereszttel jutalmazott. Nagy öröm ez lelkemnek. Hogy emlékszik vissza Kántor tanítós éveire, közéletben betöltő szerepére? 1891-ben váltam kövölkúton Kántor tanítóvá. Mindig is hatalmas életet folytattam. Az iskolában, tudja, nagy hatást fektettem az éneklésre. Például a gyerekek még tornaórán is énekelték. Ezt hallgassák. A föld Isten kalapja, hazánk bokréta rajta. Ha a föld Isten kalapja, hazánk bokréta rajta. És tudja, kövölkútnak volt férfi kórusa, amit én magam vezettem. Klasszikus kórusműveket, és persze saját kórusműveket is énekeltünk. A fizetésből, amit a fellépéssel szereztem, a templomnak 10 változatú orgonát, és az iskolának harmóniót vásároltam. Hallottam érte a gyelbeszélést. Mi a nem? Hú, hát megírtam a gyerekeknek Hantos Miska című elbeszélésemet, melyben egy kövölkúti kisfiú utazását örökítem meg. Napszámosai vannak. Ennek ellenére mégis kijár a földet. Természetesen. Miért ne tenném? Értek a gazdálkodáshoz. Nem régiben még én magam szántottam a földet. Kukoricát, búzát termesztettem. Tudja, kell a saját jószágnak. Elterjesztettem a faluban a farangsítést és a gyümölcs termesztést. A gyerekeket sejemhernyő tenyésztése bevételhez juttattam. Tudja, mindig is ösztönöztem a kövölkútiakat a jó minőségű gazdálkodásra. Hallottam, hogy a gyönyörű virágai vannak. Virágos kertemre is büszke vagyok. Amikor az asszonyok elmennek mellette, és persze megkicsérik, szakítok belőle egy szállat. Na de most már gyújtsunk rá egy pipára, elfáradtam. Kiülök, és nézem a csillagokat. Köszönöm a beszélgetést. Az utókor még fog hallani önről. Isten áldja tanár úr. Isten áldja magát is.
Milí diváci, týmto sa náš program končí. Lúčime sa s vami, majte sa krásne, dovidenia. Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk véget ér, mi búcsúzunk Önöktől a viszontlátásra.